itt van kedves nézőink, hajrá Diós Győr, aki most az imént vallotta be, hogy 1973. szeptember 18-án politikai gyilkosságot követett el a diósgyőri Lenin kohászati művekben. Vályi Péter! Ez az. Vályi Péter, a miniszter, tanács helyettese, elnök helyettese, kérlek szépen, gyárlátogatáson vett részt, és belökte az öntőformák közé. Azt tudni kell, hogy a 68-as reformok, amik már kibontakozóban lettek volna, ide figyeljé, na, mert szovjet megbízást hajtottál végre. Igen, KGG. A szovjet nyomásnak engedve a magyar kemény vonalasok utasítása alapján, mivel hogy ő is a nyerségkel húzott. Mi az a nyers? Nyers Rezső, te hülye. Fizikailag megsemmisítetted Vályi Pétert, aki szintén a haladó erőket képviselte. Igen. Ugyanúgy pár nappal előtte a lengyel miniszterelnök helyett is halálos autóbaleset érte, abba is a te kezed volt benne, igen, mert az orosz titkos szolgálatnak dolgoztál. Beismered? Hogyne. Nem. Az előbb beismerted. Honok tagadó. Hát ne tagad le. Hát legalább legyen könnyű dolga a vádhatóságnak egy ilyen beismerő vallomással. Na akkor most mit lehet csinálni az éve? Mit? Hát lehet csinálni grimaszokat, meg lehet ülni egy 10-20 évet visszamenőleg. Ennyit. Tudod, most olyan időket érünk, hogy minden visszamenőleg van a törvénykezés. Sőt, visszamenőleg még föl is akasztanak. Akarod, Józsikám? Akarod. Akkor mondd, hogy hajrá, Diós Győr! Hajrá, Diós Győr! Köszönjük szépen! Na, így néz ki egy egy politikai gyilkos, így né, egy elképesztő, és még részeg is, és jól él, bőrkabát, itt van 100.000 forintos bőrdzseki, perfecto bőrdzseki, amiben a Terminátor 2-t meg az 1-est vették föl, lóbőrből van. Jaj. A Schwarzenegger is ebben szerepelt. Oda néz. Igen. Elképesztő. Gucci, cipő. Azt kiabálja, hajrá, méreg drága, nadrág. Kléra Gazzoni, ing van rajta. Jól van akkor. Akkor mit csináljak? Most már semmit. Szervusi Józsikám. Halálra ítéltek. Az. Hajrá, Szálosi! Ezt nem kellett volna. Mi? Melyet nem mondunk.